önkormányzat, ülésezett a Gazdasági és a Humánpolitikai Bizottság. Segítség rászoruló nőknek szól a Támogatáska program. Születésnap a 12 éves Atomenergetikai Múzeum várja a családokat csütörtökön. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! 10 témát tárgyalt március 5-i ülésén a Gazdasági Bizottság. Napirenden szerepelt térítési díjak megállapítása, az önkormányzat többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok üzleti tervének megtárgyalása, valamint támogatások odaítélésének megvitatása. Az ülésen kiírták a bizottság idei évi tavaszi pályázatait is. Teljes létszámban tárgyalt a Gazdasági Bizottság március 5-én. 10 napi rendi pont szerepelt terítéken, az egyik az önkormányzat többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyása volt. Az ülésen részt vett Dallosné Fett Szilvia, a Telepaks Média Centrum Nonprofit Kft. Ügyvezetője, valamint Márkus Zalán, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezetője is. Az üzleti tervek jóváhagyása is megtörtént, mondhatni azt ugyanúgy, mint a Csengedén és Kulturális Központ, úgy, mint a Telepaksnál is. Mind a két üzleti támogatás fontos, és jelen pillanatban, hogyha most azt a részt mondom el, hogy idáig a Telepaksnál sajnálatos módon nem tudtunk úgy biztosítani eszközökre minden, úgyhogy mindig csak javítva lettek. Nem tudom, hogy most ez az összeg, ami most jelen pillanatban gondoljuk, hogy talán elég lesz. A bizottság tárgyalt az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a gyermekétkeztetésért, valamint a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról. A bölcsőde esetében az előterjesztő javasolta a további térítésmentességet, az életfa idősek otthona lakói esetében pedig a napi intézményi térítési díj 5100 forint marad, ezeket a bizottság elfogadásra javasolja majd a testületnek. A továbbiakban az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló rendeletről tárgyalt a grémium. Jelen pillanatban a pályázati felhívásban 50 millió forint van külön rakva. Igen, ez valóban általában ez fönti, újonnan alakuló újépítésű házaknak az utcáiról van szó. Teljes mértékben mindig hozzászoktunk járulni ahhoz, hogy a támogatás teljes mértékben működjön, és minden jobban rendezettebbek legyenek a területek, hisz nekünk az a fontos, hogyha a lakók minél jobb környezetben laknak és élik a mindennapjaikat, úgyhogy erre teljes mértékben megadta a támogatást a bizottság. A javaslat értelmében 50 millió forintos pályázati keretet biztosít az önkormányzat a közösségek számára. Tárgyalt a bizottság támogatásokról is. Az Anett Angyalai Alapítványnak az előterjesztés szerint 500 ezer forintot, a Medikopter Alapítványnak 150 ezer forintot, a Péter Csernyi Alapítvány számára pedig polgármesteri és alpolgármesteri keretből 450 ezer forint támogatást javasolt odaítélni a grémium. Végül a Gazdasági Bizottság tavaszi, főként a környezetvédelmi célzó pályázatainak kiírásáról döntöttek. Tudom, hogy maga az 1 millió forint az nem egy nagy összeg, de azért sok mindent meg lehet itt belőle oldani. Vízkérdéseket lehet megtenni a környezetvédelmünkért teljes mértékben. Minden évben szoktak pályázni nálunk. Sajnálatos módon a tavalyi évben nem volt, de újból kiírtuk a pályázatot. Bízom benne, hogy ez a pályázat most teljes mértékben ki fog egyből merülni. A döntés előkészítő munka kedden a Humánpolitikai Bizottság ülésével folytatódott. Megtárgyalta témaköreit március 5-én a Humánpolitikai Bizottság. A grémium 9 napi rendi pontról egyeztetett, amelyek között szerepelt a 2024-25-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratás rendje, valamint a bizottság 2024. évi tavaszi pályázatainak a kiírása is. A márciusi képviselőtestületi ülés előkészítéseként megtartotta ülését a Humánpolitikai Bizottság március 5-én. A grémium 9 napi rendi pontról tárgyalt. Többek között elfogadták a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft., a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, illetve a Paksi Városi Múzeum 2024-es munkatervét, valamint véleményezték a szekszárdi tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezését. A Paksi Bezeredi Általános Iskolában, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában és a Paksi Vakbottyán Gimnáziumban a maximális létszámok csökkentésre kerültek. Ez nem azt jelenti, hogy hajai meg kell rémülni, mert hogy nem tudunk gyereket fölvenni, még így is bőven a létszám
benne vagyunk, tehát még így is bőven föl tudjuk venni mind a három intézményben a gyerekeket. A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ebből most azért maradt ki, mert ott már a tavalyi év folyamán megtörtént a maximális létszám csökkentése. A bizottság, a Paksi Települési Értéktári Bizottság 2023. második féléves beszámolójának elfogadása mellett a 2024-25-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratás rendjéről is döntött. Meghatároztuk a szükséges dokumentumokat és az időpontot. Ebben az évben 2024. április 29-én és 30-án lesz az óvodai beiratkozás a két székhelyi intézményben, a naponta reggel 7:30-tól délután 5 óráig. Döntés született a Humánpolitikai Bizottság 2024. évi tavaszi pályázatainak kiírásáról is. Idén 4 pályázat kerül kiírásra, amelynek dokumentumai hamarosan elérhetőek lesznek Paksváros honlapján. A legfontosabb a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésére szolgáló pályázatunk, ami annyiba módosult az előző évhez, hogy megemeltük az összegét, tehát összeg az 20 millió forint lett, és egyszerre 1 millió forintot lehet igényelni. Döntött arról a javaslatról is a bizottság, hogy egy évben többször fogja kiírni ezt a pályázatot, mert költségvetésben keret van rá. Mindezekről a végső döntés a március 13-i képviselőtestületi ülésen születik majd meg. Az ülést a Telepaks élőben közvetíti. Rászoruló nőknek gyűjt alapvető higiéniás termékeket a Paks Kistérségi Szociális Központ támogatáska elnevezéssel a közelgő Nemzetközi Nőnap alkalmából. A szervezők a tavalyi évben sikerrel megvalósult Nem Luxus Táska országos kezdeményezéséhez hasonlóan az idén is várják a jó állapotú női táskákba helyezett adományokat még március 8-áig. A nőnaphoz kötődően támogatáska elnevezéssel indított kampányt a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az intézmény tavaly csatlakozott a Nem Luxus Táska elnevezésű országos kezdeményezéshez, amely Pakson a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével valósult meg. Felvettük a kapcsolatot a szervezőkkel, és azt az információt kapjuk, hogy országosan ebben az évben nem valósul meg a kezdeményezés, és arra gondoltuk, hogy csak úgy, mint nyáron a pajtáska programot, ezt is megformáljuk a saját képünkre, tehát a Paks Kistérségi Szociális Központ arculatára. A szervezők a kezdeményezéssel azt tartják szem előtt, hogy mindenki megérdemli az alapvető higiéniát. Tulajdonképpen a lényeg ugyanaz, hogy rászoruló hölgyeknek gyűjtünk táskát, de nem üres táskát, hanem olyan táskát, amiben különböző higiéniai termékeket pakolnak, akár sampon, tusfürdő, szappan, fogkefe, fogkrém, bármi, ami egy nő számára hasznos lehet. A táska nem fontos, hogy új legyen, lehet használni, de jó állapotú legyen, tehát egy olyan táskát adományozzanak tovább, amit szívesen használnának ők is, csak éppen már meguntak. Tavaly a kezdeményezésnek köszönhetően 50 Pakson és a kistérségben élő rászoruló nőnek juttattak el alapvető higiéniai termékeket tartalmazó táskákat a Szociális Központ munkatársai. A visszajelzések alapján a megajándékozott nők örömmel fogadták az adományt. Az alapján döntöttük el ezt így, akikkel mi kapcsolatban vagyunk ügyfelek, hogy azért a kollégák, amikor kijárnak családokhoz, azért látják azt, hogy milyen problémákkal küzdenek, és ki az, akinek szüksége van rá, illetve el is fogad mondjuk egy ilyen típusú segítséget tőlünk, mert azért ez nem mindig olyan egyszerű. Hiszen a mindennapi életben most már egyre többször találkozunk azzal, hogy amiatt, hogy a kiadások, ahogy nőnek a bevételek, azért nem ilyen mértékben, hogy egyre több család számára jelent ez problémát a mindennapokban. A szervezők március 8-áig várják a táska adományokat a Szociális Központ telephelyére, az Ifjúságút 4 szám alá. Bővebb információ a 75-830-487-es telefonszámon kérhető. Minden idők múzeuma elnevezéssel szervez programot az Atomenergetikai Múzeum. A létesítmény megnyitásának 12. évfordulóját ünnepli március 7-én. Délelőtt a környékbeli iskolák csoportjait várják, 16 órától pedig a nagy közönség előtt is megnyitja kapuit a múzeum. Az évfordulónak megfelelően 12 élménnyel várják az érdeklődőket. Lesznek kísérletek, vízjátékok, szabadulószoba, naptárak és órák műhelye, és kiállítás is nyílik. Valamennyi program az idő témakörére épül.
Lippai Zoltán első helyezést ért el kategóriájában 65-69 évesek korcsoportjában az ománi szultánságban február 17-én megrendezett Ironman 70.3 elnevezésű megmérettetésen. A paksi amatőr sportoló az atomerőmű korábbi dolgozója futásban, úszásban és kerékpározásban mérte összetudását a versenyen induló nemzetközi mezőnnyel. Az itthoni felkészülési lehetőségekhez képest nehezebb körülmények között állt rajthoz Lippai Zoltán, akinek a legnagyobb kihívást a hullámzó tengerben úszás jelentette. A nem hétköznapi megmérettetésről bővebbet is megtudhatnak a Lelátó magazinból, amely bármikor visszanézhető a Telepaks YouTube csatornáján. Csütörtök reggelig kelet felől megnövekszik a felhőzet, zápor valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. Csütörtökön napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, zápor valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 10 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!